Üdvözlöm Önöket, Németh Attila vagyok, Jász Nagykun Szolnok megye 1-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje. Viharos és nehéz időket élünk Szolnokon. Jász Nagykun Szolnok megye 1-es választókerületének ellenzékinek mondott képviselőjelöltje, Sziráki Pál, a mögöttünk álló Trojka Hotel és Panziónak többségi tulajdonosa, korabolár a Fidesszel. Ugyanis 35 millió forint úgynevezett pofa pénzhez jutott, a kisfaludi program keretein belül. Ami pályázat nélkül, nagyon fontos, egyedi döntés alapján kiosztott vissza nem térítendő haveri támogatás. Ezért az összegért egy mai minimálbért kereső magyar állampolgár több mint 25 évet dolgozik. A Váltsunk közösen szlogent hirdető Sziráki úr tehát váltott, ám csak egymaga. Kezdeti ellenzéki közbizalomból a csúfos lebukásra. A kampány rendezvényein erről is illett volna a választópolgárokat értesíteni, ám de hallgatott. Még a hatpárti megegyezés is tiltja a Fidesszel való kollaborációt. Ezért megkérem az ellenzéki pártokat, hogy határolódjanak el ettől a jelöltől, és felszólítom Sziráki Pált, hogy lépjen vissza a javamra, az ISZOM baloldali jelölt javára, hogy valóban változtatni tudjunk a körzetbe, és ne engedjük még egyszer a Fideszt mandátumhoz engedni. Főként a Tisza szálló megmentéséért dolgozom, ugyanis a közkifolyó évek óta egymerű adta egy mocsok. Ennek a komplexumnak a szomorú története jellemzi a mai jelenleg uralkodó vadkapitalizmus rablógazdaságot, és jelenleg bár romokban áll ez a komplexum, a tulajdonos magára hagyta, viszont a polgármester most már ott tartunk, hogy éves szinten 5 millió forint támogatást ad a tulajdonosnak. Természetesen ez is csak pofapénz, hisz a szállónak a tulajdonosa érdemben nem tesz semmit. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalompárt tagjaként, főként Szolnokon is a szociális válság leküzdését tartom szem előtt. Sajnos ebben a térségben is eluralkodott a szegénység, amit a pártunk választási programjával, a Kádár János tervel tudunk orvosolni. Az ISZOM magabiztosságáért egy szót tudok mondani, megoldjuk. 2022-ben egy igen fura választás elé áll Magyarország, ugyanis két nagy tömb vonul föl, az egyik magát nemzeti konzervatívnak való Fidesz, a másik pedig hát egy ilyen nagyon vegyes felvágott, ami a liberális balközéptől egészen a szélső jobbig terjedő, szintén egy polgári, konzervatív, maximálisan mind a kettő tömb kapitalizmus barát párt, vagy tömb, vagy mozgalom. Ennél fogva a magyar lakosságnak olyan nagyon nagy választási lehetősége ezáltal nincs, hiszen egy ilyen konzervatív, meg egy olyan konzervatív tömb között választhat. Így aztán a baloldal, mint olyan, az lényegében az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom által van képviselve, amelynek helyi Szolnoki egyes számú körzeti jelöltje Németh Attila. És tulajdonképpen ez azért megmutatkozik aztán később a jelöltekben is, hiszen itt Szolnokon ugyanebben a körzetben, itt gyakorlatilag a Fidesznek két jelöltje van, az egyik, amelyik még nincs megnevezve, de föltételezhetően lesz, mint hivatalos Fidesz jelölt, és hát a másik fideszes jelölt, Sziráki Pál, aki ugye, mint kismadár eszik a Fidesz tenyeréből, és gigantikus támogatásokat vesz föl, ahogy Attila mondta, lényegében pofa pénzként. Mi úgy gondoljuk, hogy ez azért önmagában nem jelent változást az emberek számára. Az emberek számára az jelent változást, hogyha a szociális válsággal foglalkozunk, ezzel egyébként egyik tömb sem nagyon töri magát. A szociális válság leküzdését alapvetően jövedelmi intézkedésekkel gondolnánk első lépésben kezelni, a már említett Kádár János terv keretein belül, és gyakorlatilag az adta ennek az egésznek a motto, hogy az emberek kapják meg az őket illető pénzt, egyrészt mindenki annyit, amennyit dolgozik, sőt, még akár annál is többet, hiszen a profitból is bőséggel osztozhatna a tőkés, illetve a munkás. Ezen felül pedig létezik a társadalmi szolidaritás, ami azt jelenti, hogy a létminimum környékén való életszínvonalat mindenki számára biztosítani kell. Lényegében ez a mi határozott programunk, ennek mentén haladunk, tehát gyakorlatilag Attila is és a párt is azért szólította föl Sziráki Pált, hogy ha már ennyire a Fidesz mellett van, és a Fidesz tenyeréből eszik, akkor talán jobb lenne, hogyha ezt bevallaná.
Orbánán is szépen visszavonulna a közélettől, illetve visszalépne egyúttal, ha már ellenzékinek hittük eddig, akkor az Igen Szolidaritás Magyarországért javára, mint egyetlen baloldali mozgalom itt a jelenlegi választékban, és természetesen, hogy mondjam, ellenzéki oldalról nézi a dolgokat. Itt azért mondtam ezt a kis bizonytalanságot, mert tulajdonképpen mi úgy látjuk, hogy akárki is kerül a két nagy tömb körül kormányra, ami nagy valószínűséggel bármelyiknek az ellenzéke leszünk a továbbiakban, mi arra törekszünk, hogy egy érthető, látható, érzékelhető frakciónk legyen a Magyarországgyűlésben, hogy ott a igazi dolgozói munkás érdekeket képviselni tudjuk, úgy is mondhatnám, kipofozzuk, kizsaroljuk a többiekből azokat a szociális minimumokat, amikről itt az imént beszéltünk. Köszönöm szépen, ennyit szerettünk volna mondani.